De közben sziasztok, itt vagyunk, vagy egyébként most a Katalin pusztán, a kiránduló központban is, hogy hívják ezt, de... Hát, tehát egyébként itt van velem Triplaká is valahol, csak nem látszik a felvételem, most már látszik. És egyébként ami miatt jöttünk, az itt van előttem, és mutatom, ott a kisvasút. Így van. Jöttek meg, ez a abszolút ekesken nyomtáv. De egyébként van rajta minden, ott háttér váltott, még egy vágányátszelés is van itt. Szembe egy alagút is, vagy hát most már mögöttem, mert napállás szerint elfelejtem, de egyébként itt megy be az alagútba, és a másik végén jön ki. Úgyhogy majd le fogom majd videózni a menetet is, hogyha egyszer megérkezik, meg egészkor indul, és most nem tudom, hogy a 25 perc múlva már jön, mi fog, vagy 20? Hát 42 van, 18. Hát akkor 18 perc múlva jönni fog. Valószínűleg egyébként szerintem valahonnan onnan, mert arrafele, hogy eltűnnek a sinek, távolba. Hát igen, egyébként közel vagyunk a főúthoz is. Én bizony lehallatszik, egyébként azt a kilátót néztük meg eddig. Ja, igen. Ezt mondjuk nagyon onnan filmezni, de nem lehet, mert be van rácsozva teljesen. Igen. Azt, hogy gyerekek miatt, de mi kilátunk. Hát, mi fölmentünk. És a zöld csövön keresztül is ugye lehet lejönni. Azon egyébként én is lecsúsztam, csak az nem lett levideózva, és most már még egyszer fogok. És egyébként itt van. Ez mint hogyha Szegeden lennénk ott a Fonógyári útnál. Azt hiszitek, itt még ilyen ügyes. Vagy a Bizsai Solonkónál. Igen. Ez a... Átszerésnek hírek, ugye? Vágányátszerés, igen, ez a szintbeni vágánykereszt. Ez a... Hát a nagy vasúton ilyen a Lajos-Pizsai Sodompónál van, meg Szegeden a villamos. A hármas villamos keresztezi a nagy vasutat. Hát ameddig nem jön vonat, addig lehet a sinem mászkálni. Ja, meg az alagutat megmutatom, hogyha már itt vagyunk. Amikor feljöttünk, akkor elfelejtettem filmezni, de itt van. Hát itt... Hát remélhetőleg ide is bevisznek majd a vonattal. Hát egyébként meg valószínűleg bejárja itt az egész parkot a kis vonat, úgyhogy utazunk vele. Úgyhogy egyenlően ennyi, majd még fogok jelentkezni szerintem a vonatról. Hát hogyha a fügyíró motoros nohab jönne, az azért szép lenne, mert szerintem a vasúttörténeti parkban a kerti vasút is van hasonló nyomtávban épült. Úgyhogy majd akkor még jelentkezek, sziasztok. Na, ez a biztosított út átjáró. Legalábbis az űrszelvény biztosítja az a csóhoslag.
Ennyi? Végállomás? Ez a végállomás. Ja. Arra fele van még valami? Persze. A fordító az meg... Aztán mindjárt megfordítom. Hát itt van egy izé mostó végül is, akkor itt van egy kis tanösvény, úgy benn van. Van még a kormányzik. Üzemelő fordító kolonszikus úton nem nagyon van. Megfutamodott. Segítsünk vissza. Visszajött. Hát ezt Miskolcon nagyobb tétbe játszották, csak ott a villamos kapta el a végén. Meg az a gond, hogy meleg van most ilyenkor. De mondjuk visszamentem. Hát most oda, ott azonnal átmegy. Szépséges MK48. Ez ilyen körüljárással láttam még. Csak nem fölvágtam a váltót. Na, akkor itt vagyunk megint egy kis vasút az utazás után. Sziasztok. Visszafele vásétálunk itt a sidek mellett, de ez szép volt. Ja. Érdekes egy ilyen egy szuper keskeny nyomtáv, és még fordítókodunk is van a végén, ott már megnéztük a motorszint is. Ja. Hát nem egy nagy táv volt, de azért, ne. Hát de azért nem, de nagy élmény. Ilyen az biztos. Kis vasúttal. És van egy C50-es is. Igen. Ezt az láttuk benne. Majd rakok bele a képet, mert nagyon nem lehet videózni az üvegen keresztül. És egyébként is itt megyünk tovább a pálya mellett. Ja igen, meg látunk egy megfutamodást is, amikor ezért siklott a mozdony. Ja, végén a fordítókolonkozás után kisiklott. Igen, kicsit szökni próbált, de hát nem jött össze neki. Igen, hát a Miskolci MK48-asoktól tanulhatott, vagy ott a két kocsitól, amíg neki ment a villamosnak. Igen. Igen, gyanús, hogy még a típus is megegyezik. Bár aztán ott mozdony nélkül azért szökött meg két kocsi. Hát itt is mozdony nélkül. Hát igen, mondjuk, hát itt a mozdony szökött meg. Azért. Hát akkor ez most ennyi lett volna. Majd el tudom jelentkezni, de hát most már megnéztünk mindent. Úgyhogy ennyi lett volna. Igen, ott áll bent a vonat. Szerelvény. Szétek. Hát tetszett a videó, akkor lehet lájkolni, ha nem tetszett, lehet diszlájkolni. Stb. Sőadagozni is lehet, igen. Negatív kommenteket. Ja, azt is lehet éppen, hogyha akar, de azt lehet kocsinak is írni, nem csak nekem. De én lehet. Várom a negatív kommenteket, meg a... Nem szoktam kitörölni, csak azért nagyon észre spammel őket, meg a nagyon nyomdafestet, de hát olyan nem nagyon szokott lenni. Ja. Hát, nálam régebben volt. De hát egy-kettő nálam is volt, de én nem szoktam kitörölni. De azért dislike-od viszont mindig van. Legalább egy majdnem minden videón van, mert szerintem valaki mindig, aki fel van iratkozva, megnézi, nem tetszik neki, és diszlájkolja. De akkor minek van feliratkozva, azt nem tudom, de hát igen. Ő tudja. Igen. Biztos vannak ilyen mozóisták, akik feliratkozik, arra nem tetszik, még meg is nézi. Figyelj, ez egy olyan rejtét, amit soha nem fog megtudni. Hát az biztos. Ez csak akkor tudnám meg, hogyha illető fejébe látnak, de hát azt nem tudja. Hát az meg nem megy. Erről ennyit. Mindegy, akkor szerintem itt már is köszönhetünk, mert itt mindent megnéztünk, ami egyébként is majd megyünk már ki a kiránduló központból. Igen. Úgyhogy akkor ennyi lett volna. Sziasztok! Sziasztok! De majd most. Na kérem, Alásson. Mit csinál az ember, amíg várja a kerti vasutat? Hát ezt lecsúszik. Ott van a Dani. Csó. Nem látszik annyira, de ott a izé. Jó, visszhangzik ez a cső. Azt tuti. Meg egész nap tűzel a nap, milyen meleg lehet benne. Kezdődik a menet. Hey, vigyázz! Jó, forró.